Látványos, mi több hibalkodó karácsonyi dísztárgyak sorjáznak a bonyhádi Széchenyi Általános Iskola aulájában. Ezekkel várták, illetve köszöntötték az adventet, amit az idén is az ajándékkészítésbe bevont szülők és persze a gyerekek készítettek el néhány tanár bevonásával. Szép iskolai hagyomány ez az itteni adventvárás immáron negyedik éve. Annyira szerencsések vagyunk, hogy itt az iskolánkban nagyon aktívak a szülők, ráadásul nem csak aktívak, hanem rettenetesen ügyesek is. Találtunk egy-két irányítót, aki segít nekünk a munkában, és azt találtuk ki, hogy mi lenne, hogyha a gyerekeknek azt a példát mutatnánk, és őket is bevonnánk abba, hogy karácsonyi tárgyakat készítünk. Ezeket már az aulában árusítjuk is, a szülők és a diákok és a kollégák segítségével, hogy itt advent előtt mindenki vásárolhasson magának olyan díszeket, amit a lakásában el tud helyezni. Ott jártunkkor a második összejövetelen adventi koszorúk és egyéb lakásdíszeket készítettek el a szülők, ötleteiket avatott ügyes kézmozdulatok követték. Alig ha nem, az ebben a szakmában ténykedők is megsüvegelnék a végeredményt. Akadt köztük olyan is, aki otthon is űzi ebbéli mesterséget. Például Andrea, akinek önmegvalósítás is ez a foglalatosság, és ő bátorítja is a még önbizalom hiányban szenvedő, érkező anyukákat. Éppen egy különlegesen szép adventi koszorú készül. Nem szabad félősnek lenni, meg nem szabad azt gondolni, hogy valaki esetleg nem kreatív, mindenki kreatív, csak meg kell találni azt a pillanatot, amikor azt ki tud bontakozni, úgyhogy itt mindenki megtalálja azt, amit ő szívesen el tud készíteni. És a legvégén a gyertyák is a helyükre kerülnek. Ötletekben, a megvalósításokhoz szükséges kreativitásban is jeleskednek a Széchenyi szülők. Az elkészített dísztárgyak áruvá is válnak jó értelemben, aki megvásárolja ezeket, az a Széchenyi Általános Iskolának tesz jót. A karácsony előtti utolsó tanítási napok egyikén is érdemes lesz betérni az iskola aulájába az adventi záróprogramra. Ötletben nincs hia, nagyon-nagyon kreatívak vagyunk, tehát egyik ötlet adja a másikat. Az utolsó nagyobb megmozdulásunk a süteményárusítás és süteménykészítés lesz. Amiből kóstolni és persze vásárolni is lehet majd.